bin ich so ein Fan davon, immer so viel über diese Statistiken zu sprechen. Nem szeretek túlságosan a statisztikákról beszélni, mert minden sorozat megszakad egyszer. Éppen ezért nem akarok arra figyelni, hogy ez az aktuális széria hogyan áll, különösen a bajnokság hajrájában. A játékosoknak csupán azzal kell foglalkozniuk, hogy jól végezzék a dolgukat, és teljes mértékben az előttük álló mérkőzésekre koncentráljanak. Veszélyes lehet és könnyen rossz irányba sülhet el, ha az ember úgy gondolkozik, hogy már 10 meccset nyertünk itthon, ez biztosan így megy majd a továbbiakban is. Természetesen tudjuk, hogy itthon erősek vagyunk, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a Paks ellen igazán nehéz dolgunk lesz. Sollten wir gar nicht so viel drüber sprechen. Wir wissen, dass wir heimstark sind. Och, dafür sorgen wir schon. Wir dosieren das Training. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Temperaturen. A bajnokság végéhez közeledve a csapat frissességéről is gondoskodunk. Ennek megfelelően adagoljuk az edzéseket, a melegebb idő miatt gyakran kicsit később edzünk délután, hogy ne kelljen túl nagy hőségben dolgozniuk a játékosoknak. Megfelelően vegyítjük az erőnléti edzéseket a technikai és taktikai gyakorlásokkal. Az utóbbi években mindig jól kezeltük ezt, és a fitness mérések most is jó számokat mutatnak. Arra kell figyelnünk, hogy emellett a megfelelő sebességet és minőséget vigyük ki a pályára, és akkor jó teljesítményre leszünk képesek a bajnokság végső szakaszában, az utolsó 7 mérkőzésen. Ugye nem felejtetted el? Ugye te is leadod? 1% az utánpótlásunkért. Támogasd a Fradit! Támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél, 1000 tehetség.